Tavaly volt egy top 5 videókártyás videóm, aminek az összeállítása nem volt egyszerű dolog, talán ez az idei még nehezebb volt. Kezdjük azzal, hogy eltüntetjük ezt az idegesítő vízjelet. Nincs más dolgunk, mint hogy bejelentkezzünk a CD Keysales webshopjára, kikeressük a Windowsunkat, ezután kosárba tegyük, itt írjuk be a hu 25 ös kuponkódot a további kedvezményekért, ezután válasszuk ki a fizetési módot, én paypal szoktam használni, mert az egyszerű és nincs tranzakciós költség. Ezután az e-mailbe kapott kulcsodat be tudod aktiválni a Gépház frissítés és aktiválás menüpontba. Linket megtaláljátok a leírásba. A videókártya hiány és a hatalmas kereslet eredményeképpen két-háromszoros elnövekedés történt az utóbbi két-három évben. De ezen most lépjünk túl, és próbálj meg találni öt olyan videókártyát, amivel még lehet bármit is kezdeni, és nem kell százezreket költenünk. Előre leszögezem, hogy az összes ár, amit hallasz, a mai nap érvényes. Lehet, hogy mikor te ezt a videót nézed, akkor már érvénytelen lesz, ezt jó a számításba veszitek. Egyébként használt az összes videókártya és a hardwareapro.hu-ról szedtem az árakat. Új videókártyákról fogok majd csinálni egy listát, ha éppen lesz -e végre egy és már most nagyon szenvedős videó lenne, ha új videókártyákról csinálnám. Az első kártyánk a 20-25 ezer forintos ásába fog jelentkezni. Azért erről az áron indítok, mert ez alatt annyira gyenge videókártyákat találni, hogy nem, nem, azokat nem tudom nyugodt szívvel ajánlani. Úgyhogy a 20-25-ösbe egy igazi árérték legendát találtam, a GTX 750 Ti-t. Ez 2 GB Vélemmal rendelkezik, a maga idejében annyira jó árérték arányjal rendelkezett, hogy az összes budget buildbe... Általában ezt tették bele. Manapság már kicsit elszállt az ereje, de a 2 GB még olyan játékokat tud futtatni, mint a Chego Fortnite, GTA 5, de ha mai AAA címekkel is játszunk, akkor olyanokat találtok 720p-s felbontásba, persze low beállításokkal, mint a Red Dead Redemption 2, az Assassin's Creed Odyssey és a Battlefield 5-ös. Ezeknél a játékoknál főleg 35 kötően 45 fps lesz az, amit elér ez a videókártya. Mivel ez egy kis teljesítményű kártya, ezért a hőmérséklettel és a tápfelvétellel nem lesz problémánk tehát túlmelegedéstől nem kell félnünk, és energiahatékony ez a kártya. Ez a kártya bármelyik buildbe beleillik, hogyha nem akarsz olyan magas összeget szánni rá. Processzorban a nagy párja annó az i3-4170-es volt, ami egy ugyanúgy büdzsé CPU. Ebből a párosból valamelyiket általában megtaláltátok az összes régi büdzsébildekben. Ez nem véletlen. Na de árban most egy kicsit fentebb lépünk, a következő videókártya 40 ezer forintos ársába fog elhelyezkedni. Itt találtam rá a GTX 1050-esre. Ez a kártya szintén egy büdzsé bajnok volt, amikor kijött, ez váltotta igazából a 950 est és a 750 Ti-t is még. Ugyanúgy 2 GB vérammal rendelkezik, de a teljesítménye már sokkal jobb, mint a 750-esünknek, körülbelül a duplája a játékokban mért FPS szám. Itt már felléphetünk a Full HD felbontásra a 720p-ről, és a lovról a médium beállításokra sok esetben ajánlott játékok ehhez a kártyához a Witcher 3, a Gears 5 és a Forza Horizon 4. Ehhez ugyanúgy elég egy régebbi CPU, egy i5-ös vagy egy i3-as. Ez a 750 ti is tökéletes. A következő kártyák már az 55 kötőjel 60 ezer forintos ásába lesz, ez pedig az RX 560, ami már 4 GB vérammal rendelkezik. Ez az első AMD kártya egyébként a listán, nem véletlen, mivel nagyon jó árasított AMD kártya már nem nagyon található. Itt már mindenképp egy 4 GB-os VRAM-mal rendelkező kártyát akartam választani, hogy becélozzuk a újabb játékokat, amiknál azért ez az elvált minimum, és felkészüljünk a 2022-es évre. A megnövekedett véram sok esetben nem lesz olyan látványos, mármint teljesítménybe a 1050-hez képest. Olyan játékoknál lesz ez csak jó, amik már megkövetelik a 2 GB fölötti véramot. Ott viszont akár 60-70%-os teljesítmény növekedés is eredményezhet. Tehát a lightos esport címeknél szinte nem is lesz különbség. Ami még jó választás lehet ebben az ásában, az a GTX 1050 Ti. De abból sajnos ebben az árkategóriában nem nagyon találunk, csak egy-kettőt elvétve, azt is egyből lefoglalózzák, úgyhogy nem is vettem bele ebbe a listába, de annál már alap a 4 GB véram, és jobb teljesítménye van, mint az RX 560-asnak. Szóval valaki kicsit többet költene rá, mint 60 ezer forint, már talál GTX 1050 Ti-t is, jobb, ha tudjátok. Mielőtt tovább mennénk a negyedik videókártyára, beszéljünk egy kicsit a videó szponzoráról, a Siri Kiszézről. A Windows 10 10 mellett Windows 11 es CD kulcsokkal is bővült a kínálatuk. Ezeket is remek áron tudjátok beszerezni. Kikeresed a Windows 11-et, kosárba rakod, itt is tudod használni a H25-ös kuponkódot a kedvezményért, ezután kiválasztod, hogy szeretnél fizetni, ezek után az e-mailbe kapott kulcsal beléptek a gépházba, frissítés, aktiválás menüpontba, és aktiváljátok a Windows 11-eteket. Több Windows fajtára is találtok kulcsokat, úgy mint a Pro, Home vagy Enterprise. Én a Pro-t ajánlom mindközül. A kulcsfajták a következők. OM és Mac. Az OM-mel egy gépet tudtok aktiválni többször is, ezeket alaplaphoz regisztrálja a rendszer, és csak egy gépen tudjátok használni. A Mac kulcsokat már többször tudjátok felhasználni, tehát több eszközt tudtok vele aktiválni. Az oldalon emellett Office termékeket is találtok, szintén kedvező áron. Mindenhez megtaláljátok a linkeket a leírásban. És most vissza a videóhoz. A következő kártyánk a 80 ezer forintos ásába helyezkedik el. Itt főleg RX 570-es találok, GTX 970-est és GTX 1650-est, ezt mondjuk csak elvétve egy-egy darabot. Én ezek közül alapvetően az RX 570-et ajánlanám, mert teljesítményben jobb, mint a 970, de mivel főleg ezt használják bányászatra, nagyon sok esetben lehet, hogy egy leharcolt darabot fogtok találni. Úgyhogy most mi rákoncentrálunk inkább a GTX 970-esre. Egyébként mind a három 4 GB vérammal rendelkezik. Itt most megjegyezném, hogy miközben kerestem ezeket a videókártyákat, rengeteg hibás videókártya eladó, de temérdek sok. Majd, hogy nem már több a hibás, mint a nem hibás az eladó videókártyák között, úgyhogy óvatosan a vásárlással, nézzétek meg jól, hogy a leírásban mi van feltüntetve hogy tényleg hibátlan-e a videókártya. Ennél már nyugodtan mehettek Full HD felbontás mellett, medium high beállításokra, nyilván ez a AAA címeknél gondoltam, a Lightos Esport játékoknál teljesen maximum grafikán is használható ez a kártya. Az eddig felsorolt kártyákhoz hasonlóan a GTX 970 is egy nagyon jó árérték arányjal rendelkezett a megjelenésekor, és igazából még most is egész jó. Ha kicsit többet szánnátok rá, mondjuk 80 ezer forintnál, akkor a GTX 980 is egy remek választás lehet. Nem sokkal drágább, és egy jobb teljesítményt fogtok kapni. Jöjjön az utolsó kártya, itt már a 110 és 120 ezer forintos ásába nézelődtem, és alap elvárás volt, hogy 6 vagy 8 GB VRAM-mal rendelkezzen. A mai játékok kimaxolásához kell legalább a 6 GB véram. Itt találtam rá a GTX 1060-asra, a 6 GB-os verzióra, nem összekeverendő a 3 gb és az R9 390-es videókártyára, ami 8 GB VRAM-mal rendelkezik. Igaz, több a VRAM, de a GTX 1060 sokszor sokkal jobb FPS számokat hoz, még 4K felbontásban is, úgyhogy most itt elhanyagolható az a plusz 2 GB, jobb teljesítménnyel rendelkezik a GTX 1060-os. Ez a 110-120 ezer forint nagyon elrettentő lehet ennél a videókártyánál, mikor újonnan megjelent, se került ennyibe, de ezen most lépjünk túl, sajnos ez a helyzet, ilyen árak vannak, nem tudunk mit tenni. Ugye a GTX 1060 teljesítményben jobb, és kisebb is az áramfelvétele, emellett egy újabb videókártyáról beszélünk, úgyhogy mindenképpen jobb választás. Ezzel a kártyával nagyjából az összes játékkal tudunk játszani high beállításokon, full HD felbontás mellett és 60 FPS képfrissítésen. Ehhez már ajánlott a 16 GB VRAM, egy i7-es processzor, a 6-os szériától felfele minimum az i7-6700 ajánlott ehhez a videókártyához, de amúgy a Ryzen féle 1600-2600X, tehát ezeket is nyugodtan vásárolhatjátok, a GTX 1060-as teljesen értékben ki fogja hajtani. Végeztünk is a listával. Szerintem ezek most így 2022 év elején árérték arányban még megfelelő 5 darab videókártya, amit én ajánlok. Ez a 2022-es évelei lista, év végéig még sok minden változhat, hogyha valami drasztikus GPU változás bekövetkezik, valami átcsökkenés, akkor újra csinálom a listát, hogy napra készek legyetek. Nektek mi a véleményetek? Mit tennétek bele ebbe a listába, és mit vennétek ki belőle? Várva saját listátokat a komment szekcióba. Ha tetszett, lájkoljátok a videót, a következőben találkozunk. Addig is, sziasztok!